Ez itt a Túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tóth Fazekas Andrá vagyok, és én is, mint sokan, hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé ívelő változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Mai beszélgető társam talán százszoros vagy ezerszeres túlélő, Bagyó Sándor. Ő a VMS, vagyis a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Több mint 20 éve foglalkozik vízimentéssel, de számos más mentési területen is tevékenykedik. A Nemzetközi Életmentő Szövetség oktató trénere is, és 4 gyermek édesapja. Hogy miért lett vízimentő? Nem is kérdés. Az anyatejjel szívta magába annak a napnak minden izgalmát, amely szülei tragédiájának indult, végül mégis túlélők lettek. Édesapja egy süllyedő hajóból egyesével mentette ki az utasokat. Remélem, a mai beszélgetés alatt kiderül, hogy lehet helyesen felmérni egy veszélyhelyzetet. Érdekel, hogy miért hozunk a strandon felelőtlen döntéseket. Vannak-e egy vízimentőnek rémálmai? És hogy lehet túllendülni a sok tragédián, amelynek ő is részese, és elindulni újra, újra és újra? Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, elmondom, hogy ezt a mai adást az FGS Földgázszállító ZRT, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának partnere támogatta. Az FGS Földgázszállító ZRT a tulajdonosa és üzemeltetője a Magyarország területét behálózó, mintegy 6000 kilométeres nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek, és folyamatosan biztosítja az ország gázellátásának biztonságát. Siófoki központú cégként kiemelt figyelmet fordítanak a helyi és környékbeli közösségek támogatására, ahogy ezt a balatonmenti kórházaknak napokban átadott professzionális légzésvédelmi berendezések támogatása is mutatja. Erről az együttműködésetekről is fogunk beszélgetni egy kicsit később. Sándor, köszöntelek a műsorban. Köszönöm én is a lehetőséget, köszöntök mindenkit. Sok szeretettel. Mégsem ezzel kezdenénk, hanem kicsit kibontanám azt, ahogy a felvezetőben is utaltam arra, hogy ugye édesanyád veled volt állapotos, amikor apukát hajója egy műszaki hiba miatt elsüllyedt a Genfi tóban, ugye ti ott éltetek, és onnan édesapád egyenként mentette ki az embereket, olyanokat is, akik nem tudtak úszni. Őt az ösztöne hajtotta valószínűleg, és kiderült, hogy jó ember, te viszont már tudatosan döntötted el, hogy az eredeti szakmádat, a szerszámkészítést felváltod, és életmentő leszel. Az országos mentőszolgálatnál helyezkedtél el, és aztán önkéntes alapon hoztátok létre a VMS-t. Egyszerűen az életmentés a te tehetséged, veszély ide vagy oda, ez kitűnik az életutadból. És gyakorlatilag adná magát a kérdés, hogy a Baywatch című híres amerikai filmhez képest hogyan képzeljük el egy vízimentő mindennapját, mégsem ez érdekel elsősorban, hiszen gondolom, hogy nagy a különbség, például, hogy a Balaton nem tenger, vagy hogy azért a partokon nem lehet mindenhol mezitláb végig szaladni, hanem inkább arról szeretnélek kérdezni, hogy látod, mennyire ismerjük mi az országban a vízimentők munkáját, mennyire tudjuk azt, hogy ti vagytok, mikor kell hozzátok fordulni. Például én azt sem tudom, hogy mikor hívjam a mentőket, mikor hívjam a vízimentőket. Hát sok kérdést kaptam egyszerre, vagy hát sok mindent. Én igazából azt gondolom, hogy talán valahol a mi hibánk, hogy nem feltétlenül ismeri mindenki a mi tevékenységünket, meg talán egy kicsit egy társadalmi beállítottság is, hogy amíg nincs baj, nincs baj, és akkor nagyjából senkit nagyon nem izgat az, hogy most a bajra készüljön. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a tanulás lesz a megoldás mind a kettőre. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy nekünk is idő kellett, én valamikor a 80-as évek végén, a 90-es évek elején kezdtem el vízimentéssel foglalkozni, és ezt is különben jó apámnak köszönhetem, hogy ebbe az irányba hát mutatta az utat. De igazából azt gondolom, hogy ahogy mi is tanultuk az évek alatt, hogy a vízimentésben mi a legnagyobb feladat, azt pedig most ki is mondom, hogy jó sokat lehessen beszélni róla, ez a prevenció, a megelőzés. És mindig a megelőzés, tehát én azt gondolom, hogy nekünk vízimentőknek is, akik tanultuk a 80-as, 90-es évektől kezdve a vízimentést, mi is rájöttünk időközben, hogy ez a legfontosabb.
és az egyéneknek, akik most is engem hallgatnak, vagy minket hallgatnak, azoknak pedig az lesz szerintem az egyik legfőbb tanulság a mai beszélgetés után, hogy nekik is fel kell készülni. Tehát a preventív módon ismerni kell a vizekveszélyét, vagy ha vízpartra megyünk. Egy kicsit ilyen vissza-vissza cseng, amit fogok mondani, mert én ezt egy pár éve elkezdtem mondani a média különböző műsoraiba, hogy induljunk ki csak abból, hogy ha tél van, akkor a gyerekünket úgy küldjük el az óvodába, hogy sapka, sár, bundás, cipő, nagykabát, és nyáron pedig érdekes módon nem úgy készülünk a strandra, hogy mentőmellény, meg különböző védőfelszerelés, hanem egyszerűen csak kimegyünk. Na, és azt gondolom, itt van a tanulásnak az egyik pillanat, amikor ezt meg lehetne tenni, hogy igenis a vízpartokra is tudatosan menjünk, tudatosan készüljünk föl, hogy ott mi vár ránk, milyen feltételek várnak ránk. Igenis, hogyha szülők vagyunk, és a gyerekeinkkel megyünk, akkor fokozottabban kell végiggondolni azt, hogy a gyerekeinkkel milyen módon megyünk ki a vízpartra. Én csak a magám életemből, hogy említsek egy dolgot, a feleségemnek a kocsiában is, meg az én kocsimban is van egy gyerek mentőmellény, mert most a legkisebbik gyerekem, a feleségemnek ő az első gyereke. Tehát nincs az a helyzet, hogy ne legyen nálunk mentőmellény, mert lehet úgy, hogy éppen nem terveztünk a vízpart környékre menni, bár vízimentőiknél ez előfordul sokszor, hogy nem terveztünk, de mégis oda kell mennünk. De gyakorlatilag, ha gyerek velünk van, esélye sincs arra, se a feleségemnek, se nekem, hogy otthon hagyjuk a mentőmellényt, mert eleve a kocsiba van bent, tehát úgy érkezünk már meg egy vízpartra. Bocsánat, a gyermeket hány éves, akinek a mentőmellényben van a kocsiban? 4,5 éves, a kicsiről beszélek. Nyilván a nagyok, az én nagy gyerekeim, ők már 23 és így fölfele, tehát ők már idősek, de ők sem mennek mentőmellény nélkül vízre. Tehát nekik zsigerbe benne van, tehát nálunk a vízimentők, akármilyen idő van, teljesen mindegy, milyen idő van, a vízimentőim, akik hajószolgálatot teljesítenek, azok kötelezően, de még egyszer mondom, már természetes számukra, hogy mentőmellényt viselnek, hiszen egy munkát végeznek, és óriási tévedés azt hinni, hogy én jól úszom, és akkor nem lehet bajom. Hát nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy mentési munka folyamán, vagy egy vitorlázás folyamán, vagy szabadidős program folyamán, hogyha egy technikai eszközzel vagyunk vizen, akkor beüthetjük a fejünket, eleshetünk, és úgy kerülhetünk vízbe, tehát akár eszméletlen állapotba is kerülhetünk vízbe. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi van rajtunk. És a mentőmellény és mentőmellény között is óriási különbségek vannak, de ebben most nem megyek bele, mert nem a mentőmellényekről kell, hogy szóljon a mai műsor, főleg így, hogy nem fogják látni a kedves hallgatók. De igazából a tudatos felkészülésnek ez az egyik legfontosabb része, hogy milyen eszközzel megyek el a vízpartra, hogy készülök föl, mit mondok a gyerekemnek, mikor otthon vagyunk és készülődünk. Mert az a lényeg, hogy kontaktban maradjon velünk. Én a felnőtteknek is jár a pihenés, a vízparton is. És ott is egy kicsit lehet lazítani, és kell is lazítani, hiszen a vízpart meg a víz az igazából arról szól, hogy élvezzük, pihenjük, és nem mindig a stresszbe tartsuk magunkat, de ezeket a játékszabályokat viszont mindenkinek tudnia kell, a gyermekünk az pedig általunk tanul, a gyermekeink csak a mi hibáinknak a tükrei igazából, azt mutatják vissza, hogy mi mit hibázunk. Tehát, hogyha partnerként kezeljük a gyerekeinket, akkor tökéletesen fog működni, ő is tudja, hogy nem kell félni a víztől, de pontosan tudnia kell, hogy mik azok a vizek veszélye, amikre neki is figyelni kell. És ezt meg tudja tanulni teljesen normális körülmények között. Mondom, ne stresszeljük túl őket, magunkat sem, hanem pont, amit az életben is hát mindenhol törekedni kell, egyensúlyba kell tartani ezeket a dolgokat. Igen. Az is szerintem sokszor előfordul, hogy szülőként úgy viselkedünk a vízben, amit magunk sem értünk, és utána esetleg meg kellene bánni, vagy el kellene beszélgetni a gyerekkel arról, hogy hát ez most itt nem biztos, hogy jó húzás volt. Most mondok egy példát. Tavaly voltam a Balatonon, és szemtanúja voltam annak, ahogy 2-10 év körüli kislány az apukájával labdázott. Egy olyan labdát dobálgattak, ami egy ilyen felfújhatós labda, nagyon könnyen belekap a szél. Belekapott a szél, elkezdett a labda úszni a vízen,
Az apuka elkezdett utána úszni. A két 10 év körüli lány ott maradt, ahol még körülbelül leért a lábuk, de az édesapa nem hagyta abba az úszást, hanem képzeld el, hogy már 10 perce úszott be, és lehetett látni, hogy ezt a labdát soha nem fogja elérni. Mi pedig ott fürdőztünk, volt nálunk egy matrac, és akkor hát gondoltuk, hogy figyelünk a lányokra, és szólunk nekik, hogy ne ússzanak az apjuk után, mert elkezdtek utána úszni. És az édesapának nem volt olyan felelősségtudata, hogy mérlegelje azt, hogy most a labda elérése a fontosabb, vagy pedig az, hogy ezzel a magatartással veszélybe sodorta a gyerekeit. Például én se tudtam, hogy mit tegyek ilyenkor, tehát gondoltam, hogy figyelek a lányokra, ott vagyok, egy matraccal, ha gond van, meg mondom nekik, hogy nem menjenek be, de hát utána láttam később ezt az apukát pár órával a parton, hogy nála volt a labda, tehát valahogy elérte a labdát, meg vissza is tudott jönni, de ilyen esetben nem tudom, így gondolkodtam rajta, hogy szólnom kellett volna annak a felnőttnek, hogy figyelj, öreg, ne ússzál már a labda után, mert a lányaid itt fulladnak meg akár. Tehát ilyenkor például mi a jó magatartás? Hát talán el is mondtad, hogy te figyeltél a gyerekekre, és szerintem ez a legfontosabb. Apuka meg vélhetően azért levonta a következtetéseket. Tehát a tanulság megosztta. Hát, ugye ez vagy örült más a labdának, és akkor úgy gondolta, hogy jaj, de ügyes voltam, majd legközelebb is ugyanígy cselekszem. Hát ez is előfordulhat, de igen, tehát az a baj, hogy az ilyen jellegű vízibalesetek azok nagyon hamar emiatt. Tehát nem gondoljuk végig. Tehát nekem volt egy nagyon kedves, hát mondhatnám azt, hogy mesterem, aki a tengerészeti hát, tudományokat tanította nekem nem is olyan régen valamikor itt horvát tengerparton, aki azt mondta, hogy a legfontosabb, és ez megmondta azóta is a fülembe cseng, hogy a vízenlét alkalmával jelen kell lenni. Tehát fejben is, nem csak testben, hanem fejben is jelen kell lenni. Mert aki nincs jelen, az nem tudja végig gondolni reálisan a helyzetét. Ez az apuka nem volt jelen. Apuka teljesen kikapcsolt a játék hevében, és gyakorlatilag a játékszer után eredt, és ezt elfelejtette, hogy igazából két kiskorúval van pont egy olyan vízmélységben, ami a határán van annak, hogy valami veszély érje őket. Tehát pontosan ez a vízi baleseteknek is, de általában az összes balesetnek is a forrása, hogy nem vagyunk jelen, tehát nem vagyunk észni, nem vagyunk úgy jelen, hogy minden szempontot mérlegelni tudjunk. És én azt gondolom, hogy az életben ez lenne talán a legfontosabb, hogy mindig minden esetben mérlegelni tudjunk. Egy 500 forintos vagy 1200 forintos felfújható termék, ebben az esetben egy ilyen pillekönnyű PVC strandlabda, hát nem biztos, hogy ér annyit, hogy én kockáztassam a gyerekeimet. Igen. Nyilvánvaló, akinek nem volt éles szituációja, és nem volt élesben bajban, vagy a hozzátartozói nem kerültek bajba, az nem feltétlenül érti, amit én most mondok. Én azért beszélek könnyen erről, mert én több mint 30 éve, igen, látom, hogy mi történik a strandokon. El ezeknek látom a következményeit, látom a tragédiákat. Tehát én gyakorlatilag abban a helyzetben vagyok, hogy a szakmámon, a hivatásomon keresztül megtanulok egy csomó olyan dolgot, amit nyilván a magánéletemben is könnyebben tudok alkalmazni. Tehát ilyen szempontból nekem másabb a döntési megalapozottságom, hogy milyen döntéseket hozok mikor, és ez nagyjából látszik is. Tehát én azért magamból nem tudok más csinálni, azért én is a határokat feszegetem. Tehát én is elmegyek a falig, de ott tudom, hogy ott a fal előtt meg kell állni, és nem kell koppanni. Tehát ez azt gondolom mindenki elsajátíthatja magát, trenírozhatja magát, és ennek megfelelően a hétköznapokban pedig, ha alkalmazza, akkor túlélésre van programozva. És hát azért egyet ne felejtsünk el, ezt én mondom, hogy azért az életben maradáshoz sokszor még a szerencse is kell, hogy ott párosodjon. Tehát az én életemben is sokszor volt olyan, hogy oké, megcsináltuk, de szerencse is kellett. Ilyen tanulási folyamat is volt, ahogy mondtad, hogy ugye tapasztalat, meg treníroztad magad. Az, hogy a vízben sikerült így helytállni ilyen hosszú időn keresztül, az felkészít téged a szárazföldi, vagy az egyéb tragikus, vagy nehéz élethelyzetekre is? Most nem a balesetekre gondolok, hanem amikor bármilyen nehézség jön az életedben. Igen, hát mondjak, tehát van egy jó mondás, hogy jó pap holtig tanul.
Ez az annyira igaz, tehát másként viseltem dolgokat 30 évesen, másképp 40 évesen, és most így 50 fölött is azt gondolom, hogy napi szinten tapasztalok. Én nagyon sok nemzetközi mentésben is részt vettem, nagyon sok területen dolgoztam, nagyon sok dolgot láttam, és például a járványügyi helyzettel kapcsolatban én talán egy kicsit jobban fel voltam készülve az ilyen jellegű dolgokra, mint egy átlagember, de nekem is hozott új tanulságokat ez az elmúlt 2,5-3 hónap. Tehát nincs olyan helyzet, amiben azt mondjuk, hogy tökéletesen mindent tudunk, viszont vannak lépéselőnyeim adott esetben a hétköznapokban, mert a szakmám az olyan, hogy én sok ilyet láttam és tapasztaltam, és hát nekem is ezeket mind fel kellett dolgoznom és a helyén kezelni, akár a kiskorúaknak az elvesztése, amit ugye látok, és hál' Istennek nem az én gyerekeim, hanem hát más gyerekeinek a halálát, akár végig, hát hogy mondjam, a kutatásától kezdve, vagy baleseteknél a sülések. Tehát ezek azok a dolgok, amik akár felnőtteket veszítenek el, hozzátartozók. Tehát én ezeket a szakmámon keresztül végig tapasztaltam, és hát a rám való részét azt el is raktároztam. Tehát én azt bármikor elő tudom venni. Nyilván például, amikor én elveszítettem az apukámat, amikor ő betegségéből fakadóan elhunyt, hát, hogy mondjam, nyilván én nekem is hihetetlen gyász, meg fájdalom, de valahogy mégis realizálni tudtam azt, hogy ez a világ rendje. Tehát gyakorlatilag a szülők elveszítése egy gyerek számára, ez benne van a pakliba. A fordított az a sokkal rosszabb, mert az nem természetes dolog, hogy egy szülő a gyerekét veszíti el. Tehát nyilvánvalóan én is végigjárom majd remélhetőleg én, hogy mondjam, nem borul fel a dolog, és majd én megyek el, és majd az én gyerekeim temetnek el, és tehát ezeket az alapvető dolgokat, ezeket én abszolút tudom kezelni, talán egy kicsit könnyebben, ha lehet így mondani, de lelkileg talán másképp. És azért... tehát én tudom, hogy ez vele jár, tehát és ebből nem, és én azt gondolom, hogy a mai magyar átlag embernek a kultúrájában nem lenne rossz, hogyha kicsit fejlődne a halálkultúra. Tehát az, hogy ez mivel jár, mit kell csinálni. Például amit én nagyon rosszul veszek az országos mentőszolgálatnál, való munkámnál, nem, sokszor nem értem hozzátartozókat, végstádiumos rákbetegeket elzavarják a kórházba. Most bocsánat, hogy így mondom, mert egy kicsit durvá hangzik. Hagyni kéne annak a betegnek otthon szépen nyugodtan azt az utolsó pár órát, hogy a saját környezetében tudjon elmenni. Nagyon sokan nem tudják ezt kezelni, hozzátartozók, rosszul kezelik, és aztán még megmozgatjuk, még elvisszük a kórházba, fölösleges, még kapjon pár órát azért, mert kap egy infúziót, nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kéne tanulni, hogy igenis eljön a pillanat, amikor vége van valaminek, és egy olyan utolsó pár órát, utolsó napokat kéne hagyni az embereknek, ami méltóság teljes a saját környezetében. Hát nyilván ez ízlések és pofonok, meg kinek mi a hozzáállása, mi a meglátása. Nyilván mondom, tehát én a munkámból adódóan bizonyos dolgokat másképp élek, meg másképp látok. Mivel sok ilyet tapasztalsz, rájöttél arra, szembesültél azzal, hogy az életnek ez a természetes része. Említetted azt, hogy azért neked is fel kell ezeket dolgozni, hiába vagy edzettebb, talán mint egy átlagos ember, aki kevesebb ilyet lát. Hogyan tudod ezeket? Van valami módszer, taktika, vagy már olyan sokat csinálod, hogy megy tovább az élet, fölkelsz nap-nap után, és akkor majd valahogy benned elrendeződik. Azért is kérdezem ezt, mert ugye a második túlélők adásban Kristen és Sós Melindával beszélgettem, akinek a fia a vízbe fulladt, és ő nagyon hálás volt azért, hogy nem adtátok fel a keresést, és megtaláltátok a fiú testét, ez már este volt, és ő azt mondta, hogy meglepődve adtátok a köszönetét, hiszen ez egy sikertelen mentés volt, és egyben kérdezem is, hogy mi számít sikertelen mentésnek? Hát igazából a mentés az elsősorban életmentés kell, hogy legyen a mi munkánkban. És hogyha rajtunk kívülálló okok miatt ez nem sikerül, mert azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azok, akik igazi mentők, és
mondjuk jó pár éve mentéssel foglalkoznak, nem csak a vízi mentőkről beszélek, hanem a mentőkről általában. Ők pontosan tudják, hogy nem ők határozzák meg, hogy sikerül vagy nem, hanem kiki a maga vérhőmérsékletének és hintének megfelelően. Van, aki egyértelműen azt mondja, hogy ezt a Jóisten dönti el. Én is azt gondolom, hogy ezt a Jóisten dönti el. Mások azt mondják, hogy a gondviselés, a szerencse, stb. Egy külső erő, teljesen mindegy. Most a nem hívőket nyilvánvalók, őnekik is megvan a maguk filozófiája, hogy mely erő befolyásolja ezt. De azt, általában mindig azt szokták mondani, hogy az életben mindenki marha nagy filozófus, de az ember, amikor elkezdik a halál pillanatában, akkor a Jóistenhez fordul, tehát még az ateisták is. És ez már marha érdekes dolog, de tényleg én ezt tapasztalom, hogy ez így van. Visszatérve viszont az, hogy mi hogyan dolgozzuk föl, és éppen mi történt pont a Melindáék esetében. Igen, nem szokványos az, hogy valaki megköszönje azt, hogy az eltűntjét, a holttestét megkerestük, de ugyanakkor a mentésre visszatérve, tehát az alapvető cél az életmentés, viszont ha ez már ugye rajtunk kívül állókuk miatt nem sikerül, akkor viszont az a cél, hogy minél előbb meglegyen az eltűnt személy teste. Mert a mi kultúránkban nagyon fontos az, hogy le tudjunk zárni egy életet, az pedig a mi kultúránkban fontos az, hogy el tudjuk temetni. És ezek nagyon fontos dolgok, és ezek lelkileg is nagyon meghatározó dolgok. Az eltűnt személy, ami nem lesz meg soha, az egy borzasztó nyitott seb. A seb az be kell, hogy forjon, a seb az ott fog maradni, a heg az ott fog maradni, meg látszani fog egy életen át a lelki seb is. De ahhoz, hogy le tudjunk zárni egy halálesetet, egy korai tragikus fiatal halálesetet, és ahhoz is a legfontosabb az, hogy meglegyen. Na most ezt a kollégáim pontosan ugyanúgy, ahogy én gondolom, ugyanazzal az alázattal és azzal a, akár mondhatnám így is, hogy vehemenciával teszik ezt, mert nekik ugyanolyan fontos, mindannyiunknak fontos az, hogy mert tudjuk, át tudjuk érezni, milyen az, amikor még egy éjszakát, még egy napot, még két napot, még három éjszakát, még négy napot végig kell várni arra, hogy esetleg meg lesz, sőt, utána már egyre nagyobb az esély arra, hogy esetleg nem lesz meg, mondjuk folyóknál is. Ez előfordul sajnos, ugye a dél-koreai áldozatok közül is, ha jól emlékszem, még mindig egyet nem sikerült megtalálni a Dunába, de ugye a Habreány katasztrófa kapcsán. De mi azon vagyunk, hogy ha már nem tudtunk az életmentésben beavatkozni, és nem tudtuk ezt pozitív értelemben befolyásolni, akkor legalább lehessen lezárni ezt a tragédiát. Ezért ez nagyon fontos számunkra. Még akkor is, hogyha nem ez a fő tevékenységünk, de mi azért évente sajnos már alkalommal belefutunk az eltűnt személyek kutatásába, és nekünk mind szakmailag is, de lelkileg is nekünk is pont ugyanolyan fontos, mint a hozzátartozónak, hogy meglegyenek ezek az eltűnt személyek. Hogy hogyan lehet földolgozni? Hát ki hogyan dolgozza föl, de én mondom, nekem nagyon sok szerencsém van abban, hogy én ezt viszonylag gyorsan föl tudom dolgozni, mert nagyon jó mestereim voltak, nagyon jó tanítóim voltak. A édesapám mellett volt egy nagyon fontos, meghatározó ember az életemben, az ő barátja, dr. Szép László, a Keszthelyi Vízi Mentő Egyesületnek volt az alapítója, vezetője. Laci bácsi intenzív anesztezológus főorvos volt a Keszthelyi Kórházban, ő hozta létre ezt az osztályt. Ő korábban sebész volt. Na és ő vele, hát olyan harmóniában voltam, és olyan, tehát folyamatosan együtt dolgoztunk. És hát amikor fiatal kezdő voltam, akkor persze ezeket a kérdéseket neki is föltettem. De láttam, hogy ezeket hogy reagálja le, és nagyjából elmondta, hogy mit kell csinálni. És legfőképp azt mondta, hogy a helyén kell kezelni, és el kell fogadni. Azt, amit az előbb is mondtam, el kell fogadnunk azt, hogy az élet velejárója az, hogy vége van. És azt, ha jól emlékszem, talán őtől hallottam először, amit aztán sok-sok helyen visszacseng, és láttam leírva is, meg hallottam, sőt már én használom különböző oktatásokban. Tehát van egy tény, és ezt lassan mondom, hogy mindenki gyorsan fölfogja. Megszületésünk pillanatában mindannyian halálra vagyunk ítélve. Nem születünk újra. A művészetekben volt reneszansz. Mi a mi életünkben egyszer születünk, és egyszer halunk meg.
bocsánat, jobb esetben egyszer halunk meg, van, akit újraélesztenek, ez egy másik sztori. Nem akarom most elbóckodni a lényegét. De igen, a világ rendje az az, hogy ahogy megszülettünk, már csak egy ítélet vár ránk. Az a kérdés, hogy na ez az út, ez milyen hosszú lesz, és hogy milyen utat járunk be. És igazából az a nagyon fontos, hogy ezt mindenki tudja, és értse meg. Tehát amikor döntéseket hoz, és egy-egy hülyeségbe belemegy fiatalkorba, vagy felnőtt fejjel gyorsan hajt, vagy kockáztat, azért azt tudni kell, hogy egy ítélet vár már csak ránk, az pedig az a pillanat, amikor vége lesz a földi pályafutásunknak. Tehát gyakorlatilag, ha ezzel jól sáfárkodik valaki, akkor hosszú életű lesz. Nyilvánvaló, még egyszer mondom, van egy másik mondás, az életben maradáshoz szerencse is kell, ezt mondtam már a legelején. Ez a kettő így igaz, hogy szerencse is kell. De a balesetekben vannak abszolút olyan balesetek, amikben egyértelmű felelőtlenség van, és vannak, amikor meg ott van, amit most mondtam, hogy egyszer nem volt szerencséje. Tehát ez még bosszantóbb számunkra. Tehát én, amikor nehezebben viselek valamit, az, amikor tényleg azt látom, hogy itt tényleg pekes volt, tehát tényleg nem tehetett róla. Mondok egy példát, jó? Tehát, hogyha sokan gondolkodnak, hogy na, mik lehetnek ezek a példák, például most az elmúlt napokban hihetetlen módon fúj a szél. Most már nem is tudom, hogy mikor fogja már abba hagyni. És képzeld el azt, hogy te mész autóval, és egyszerűen pont úgy dől egy fa, hogy rád esik az autóra, és te puf, paf, ajtó, ablak, te ott halsz meg. Ez ellen te nem tehettél. Most bocsánat, az az ember, aki így jár. És gyakorlatilag ez az, amire azt mondom, hogy na, ez az a kategória, amivel te lehetsz akármilyen okos, meg szép, itt egyszerűen szerencse kérdése. Ezért mondtam azt, hogy az életben maradáshoz szerencse is kell. Tehát nem elég mindig preventív módon tudatosan élni, azt kell mondjam, hogy ehhez szerencse is kell. De általában mindenhez kell egy kis szerencse, de akkor a szerencsét is hagyj fejezzem ki. Hát a szerencse meg nem jön ingyen. A szerencse is általában, én azt gondolom, még egyszer mondom, lehet, hogy sokan emiatt megvetnek majd, de a szerencsét is lehet, hát hogy mondjam, haza szoktatni. Na. Tehát lehet magunkhoz szoktatni a szerencsét is. Mondd el, hát, ahogy élsz, tehát ahogy cselekedsz, ahogy viselkedsz másokkal. Tehát, hogyha te megint csak akkor egy mondás, de amilyen az agyisten, olyan a fogagyisten. Tehát, hogyha hiszünk a jóistenben, vagy hiszünk egy erőbe, még egyszer mondom ki, ahogy gondolja, akkor ez az erő, a jóisten látja, hogy te mit teszel, és hát azért csak-csak dob egy kis szerencsét is, hogyha éppen arról van szó, vagy hogyha nagy a teher, akkor ezt meg tudod osztani vele, és azt mondod, te figyelj ide. Én például szoktam. Tehát amikor nagyon nagy a teher, akkor magamba egy kis imát elmondom, és azt mondom, hogy figyelj már, jóisten, figyelj, én ezt egyedül nem bírom. Csináljuk már ezt együtt. Te úgyis tudod a megoldást, nálam sokkal keményebb vagy, sokkal többet tudsz. Osszuk már meg ezt a történetet, mert én ezt egyedül nem tudom elviselni. És akkor ezáltal én lelkileg én azt gondolom, hogy egy kicsit felszabadulok, és hát közösen már, hogy mondjam, hát, mert van egy nóta is, hogy egyedül nem megy, de hát ez tényleg ilyen egyszerű, tehát ezt meg kell osztani, és akkor működni fog. De ezt ugyanezt megtehetjük a társaságunkban, a kollégáinkkal, a családtagjainkkal. Tehát kommunikálni kell. Mondom, azokon sokkal többet szoktam elvédni, hogyha fiatalokról van szó, és az értelmetlenségét látom az ügynek. De hát azt is le kell zárnom, mert nekem másnap föl kell állnom, folytatnom kell. Én egy nem kis csapatot vezetek, van egy, hál' Istennek, nem kis családom. Tehát nekem van feladatom, tehát a feladat az azért, hogy mondjam, az racionálissá teszi az embert, mert hogyha nem vagy racionális, és elkezdesz egy-egy részfeladatnál megakadni, akkor nem vezet sehova az utat. És célok nélkül, és napi-napi célok nélkül pedig csak egy buta bolyongás lenne az életünk. Tehát én azt gondolom, hogy munkát föl, aztán folytatni kell. Szerelés, vagy hogy mondják ezt a felszerelést megigazít, aztán megy tovább. Uh-huh. Tehát igazából nyilvánvaló fontos adott esetben az aznapi tragédiákat, amiket mi is látunk, feldolgozni este. Nálunk szokott az előfordulni zömébe, hogy főleg a fiatalabb kollégákkal együtt, hogy mit este együtt elmegyünk valahova, megiszünk egy italt, megbeszéljük.
vagy sétálunk egyet, és akkor ezt nekik is a helyre rakjuk. De aztán jön a másnap reggel, ahol pedig új nap, új esély, új lehetőség, új munka, és még egyszer mondom, erősnek tűnik, amit mondtam eddig, hogy hű, de maga biztos ember, meg hű, de jó, meg de könnyű neki, de nem, mert mindazok, akiket viszont nem mentettünk meg, azok ugyanúgy szerves részei az életemnek, meg az életünknek, mert ők viszont hihetetlen nagy iránymutatást adnak, és hogyha egy pillanatra visszakanyarodhatok a Gergő esetére, Melinda kisfiára, akkor azt kell mondjam, hogy Melinda és az egész családja azért volt hihetetlen számomra, és nekem egy új erőt adtak, amikor megkerestek, azt mondták, hogy fölfogták, hogy mi történt. Egyértelműen fölfogták. Nagyon fájt. Nekem is. De azt mondták, hogy értelmet akarnak találni ennek a tragédia okán, és közösen el tudtunk kezdeni dolgozni azon, hogy a különböző strandi eszközökön legyen a jövőben kötelező valamilyen mentőeszköznek a felhelyezése, elhelyezése, hogy valami, ami bajban van valaki, akkor oda lehessen dobni. Szóval a kampánynak végül is az lett a neve, hogy a semmit nem lehet oda dobni, mert szó szerint, ha nincs semmi ott azon az eszközön, akkor azokban az esetekben, amikor egy ilyen külső segítségben egy eszköz segítő lehet, akkor lesz ott valami. És akkor hát próbálkoztunk így, próbálkoztunk úgy, és nem adtuk föl, de igazából tavaly sikerült egy ügyes huszárvágással megértetni egy nagy plakát és egy nagy médiakampánnyal azt, hogy versenyre hívjuk gyakorlatilag az ilyen eszközöket, kölcsönbeadókat, és nagyon sokan jól reagálták le, saját maguktól a jogszabály megjelenése nélkül elkezdték felszerelni az ilyen eszközöket, és igazából azt sugaltuk a közönségnek, a szolgáltatást igénybevevőknek, ők meg olyat választanak, akinél van ilyen. És én azt gondolom, hogy ez az igazi kihívás egy társadalmi feladatra, amikor nem várjuk a sült galambot, úgymond a törvénykezéstől, hanem megpróbálunk van trükkösen és okosan, látod, megint visszajön a kommunikáció, hogyha jól kommunikálunk, és többen akarjuk, akkor szépen rá tudjuk vezetni a többséget arra, hogy próbáljunk ilyet csinálni, és hát nyilvánvalóan nincs vége a munkának, folytatjuk, tehát mi akkor is azt akarjuk, hogy ez valahol le legyen írva, hogy már pedig ilyen felszerelések ilyen nélkül ne tudjanak működni. Tehát ez egy folyamat, nyilvánvalóan egy folyamat, majd szépen ennek a végére is eljutunk. Igen. A célotok, hogy Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. Az Önkéntes és Tűzoltó Egyesülettel is együttműködtök, így nem csak a vízen, hanem a parton is tudtok segíteni. Vízimentőket is képeztek, folyamatosan fejlesztitek az eszközállományotokat, ugye nemrég gyűjtés szerveztetek egy mentőautót, professzionális lélegeztetőgépet is vásároltatok. Rengeteg ilyen akció és kezdeményezés van, és itt a legutolsó az az összefogás, amit az FGS Földgázszállító ZRT-vel együtt végeztetek. A szezon kezdetén elkezdtünk számogatni, hogy milyen feladataink vannak, akkor még bőven tombolt, úgymond a járvány, vagy a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság, ha inkább így, ez talán találóbb így utólag. És hát nem tudtuk, hogy most akkor lesz szezon, nem lesz szezon, most akkor hogy készülünk, hogy nem. És hát most az egy másik történet, hogy most örülhetünk, és tényleg utólag marha okos az ember, hogy most akkor még sincs akkora baj itthon. Na most, de akkor nekünk nagyon végig kellett gondolnunk, hogy mit csinálunk, és ugye nekünk nagyon nagy szerencsénk van, hogy partnerünk között tudjuk a MOL-nak a leányvállalatát, az FGS-t, és a Földgázszállító ZRT vezetője, túl azon, hogy én jó vezetőnek tartom őt, emberileg is nagyon kedvelem, és meg tudtuk vele vitatni Szabolcsal ezeket a dolgokat, és arra a következtetésre jutottunk, még hogyha nekem több mindenre kellett volna figyelnem, vagy több mindenre kellett figyelnem, hogy igenis most arra kell koncentrálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak, a támogatásukat megköszönve meg tudtuk nézni azt, hogy milyen
olyan felszerelésekre tudjuk fordítani ezt a pénzeszközt, ami a járványügyi helyzetben tényleg 100%-os segítséget tud adni az orvosoknak, a beavatkozó személyzetnek, az ápolóknak, és azt nagyon hamar észrevettük, hogy ezek a különböző papírmaszkok, amiket hát rendelkezésünkre bocsátottak, akár a mentőszolgálatnál is, hogy nagyon nehéz egy idő után ebbe folyamatosan jó levegőt venni, bepárásodik, beizzadunk, tehát azért ezek, akik nem használták úgymond kötelezően, mondjuk több órán keresztül beöltözve, azok nem tudják megélni azt, hogy nem tudják, hogy ez mit jelent. És aztán van egy nagyon kedves kollégám, az orvos igazgatónk, az ő férje pedig a Gábor. Ők sürgősségben dolgozik, az orvos szakmai vezetőnk, a Debreceni Kata, és az ő férje, a Gyurko Gabi kitalálta, hogy hogyan tudja a feleségét jobban megvédeni. Tehát innen indult az egész. És különben egy nagyon kézenfekvő dolgot vett elő, az invazív, illetve inkább úgy mondanám, hogy érthetőbb legyen, a tűzoltók által használt légzésvédelmi készülékeket használták alapul. Tehát itt biztos látott már mindenki megérkező tűzoltóautót, kiszállnak a tűzoltók, van egy palack a hátán, föltesznek egy nagy maszkot, és bemennek a tűzbe. Ennek az a lényege, hogy ez egy önálló légzésvédelmi berendezés, amit önálló légzési forrásról, tehát vagy palackról, vagy egyéb más módon lehet táplálni, és a környezet, és ez a maszk, ez egy teljes arcos maszk, és ebben túlnyomásos levegő jön mindig, tehát magyarán befele nem tud menni semmiféle szennyező anyag, tehát sem füst, sem mérgező gáz, ebből adódóan sem vírus, sem baktérium, sem semmi. Ugye meg túlnyomáson működik, és hát az a lényeg, hogy mindig valamiféle forrás legyen, tehát levegő forrás. Ugye a legklasszikusabb esetben ezeket a kompozit palackokat lehet cipelni a hátunkon, amik hát nem feltétlenül kényelmes hosszú távon, de ugye nem megterhelő, de 100%-os biztonságot ad. Illetve ezeknek van kiegészítő felszerelése, és a kórházakban minden betegágy mellett, illetve műtőben van különböző gázkimenetelű csatlakozók, és ezek között megtalálható a sűrített levegő. És akkor a sűrített levegős csatlakozóra rá lehet úgymond csatlakozni egy köldökzsinórral, és akkor palack nélkül ott a beteg körül lehet tevékenykedni úgy, hogy folyamatosan friss levegőt szívunk, nem párásodunk bent, tehát gyakorlatilag az orvosoknak, az ápolóknak, tehát az egészségügyi beavatkozóknak olyan munkafeltételeket teremt, ami több órán keresztül is az ő számára is sokkal biztonságosabb, és váljuk be, hogy sokkal kényelmesebb. Tehát nem kerül majd oxigénhiányos állapotba adott esetben, mert a papírmaszkon keresztül folyamatosan dolgozni, hát a végén már egy oxigénhiányos állapotot is előidézhet. Tehát ezeket a felszereléseket nyilvánvalóan a keretösszegen belül erre kellett, vagy erre találtuk ki azt, hogy erre költsük. Azt vizsgáltuk meg, hogy ezt mit jelent pontosan, és így gyakorlatilag 3 megyében 4 felszerelést tudtunk kiadni. Egy 4-es felszereléssel már egy egész jó kis team tud dolgozni, és hát nyilvánvalóan ezek a számok, ezek majd bővíthetőek is, ha akarjuk, de én abban bízom, hogy a jövőben azért már nem lesz ilyen járványhelyzet, de ennek az volt a lényege, hogy olyan felszereléseket szerzünk be, amelyeket itt a Balaton környéki megyékben tudunk kiosztani, illetve majd hát nyilvánvalóan a veszélyhelyzet megszűnésével pedig ezeket kvázi visszavesszük hozzánk, de egy ügyeleti rendszerben a bármelyik kórház igényli, és nem feltétlenül most a COVID miatt, hanem egyéb más fertőzési betegellátások során, akkor mi egy ügyeleti rendszerben akár 2 órán belül ki tudjuk vinni ezeket, és hogyha éppen az egyik kórházban nem kell 4, hanem éppen 6 kell, akkor majd 6-ot tudunk vinni. Tehát itt az a lényeg, hogy ma már az FGS-nek a támogatásával meg tudtuk teremteni azt, hogy a 3 balatoni megyének a kórházaiba elérhetővé vált egy ilyen felszerelés, és úgymond béke időben pedig mi ezeket a felszereléseket a tűzoltási munkánkba is föl tudjuk használni. És hát nyilván mi egy nyughatatlan társaság vagyunk, ha valami újat látunk valahol, akkor hát azt meg akarjuk szerezni, meg akarjuk tanulni, és azt szeretnénk, hogyha ezzel is tudnánk majd rendelkezésre állni.
Hogyha a hallgatók közül bárkit jobban érdekel a vízimentők munkája, akkor a honlapon utána tud nézni, illetve csatlakozni is lehet, képzések vannak, táborok vannak. Köszönöm szépen, Sándor, a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget. És köszönjük az FGS Földgázszállító ZRT-nek is, hogy lehetővé tették a mai adás létrejöttét. Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Az eddigi adásokat és az azokban elhangzó fontos gondolatokat megtalálod idézet formájában is a kapcsolódó Facebook oldalon. Keresd így, Túlélők Podcast. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is, két hetente csütörtökönként jelenik meg új adás. Várlak!